Magyarországon tűrhetőek a lakásárak, sőt az Európai Uniós áremelkedésekhez képest nálunk kifejezetten visszafogott mértékről beszélhetünk. Ez a sokak számára meglepő következtetés a legnagyobb ingatlanokkal foglalkozó weboldal szakértőinek összehasonlító elemzéséből derült ki. Amikor a magyarországi lakáspiacról beszéltünk, akkor egyhangú volt az elmúlt években a képlet, hiszen mindig csak az volt a kérdés, hogy nagyon vagy még jobban drágulnak-e a magyarországi lakások. Európai viszonylatban Magyarország nagyon sokáig éllovas volt a lakásdrágulásban, tehát európai szinten is kimagasló volt a lakások drágulási üteme. Éves szinten ez 2017-től kezdve 12, 13, 17, de volt, amikor 18%-os drágulást is jelentett országos szinten. Az elmúlt év ebben fordulatot hozott, hiszen a begyűrűző infláció a lakáspiacot sem kímélte az Európai Unióban, és most a legfrissebb Eurostat adatok alapján 15 éves rekordot döntött az európai lakásdrágulásnak a mértéke, ami azt jelenti, hogy az Európai Unióban 3,1%-kal drágultak a lakások 2021 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest. Ha ezt az egyetlen negyedéves áremelkedési mértéket összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy az eurózónában még ennél is nagyobb 3,3%-os volt a drágulás. Ebben az időszakban a magyar ingatlanárak emelkedése még a 3%-ot sem érte el. Az európai lakásdrágulás nagyon nagy mértékben köszönhető az infláció begyűrűzésének a lakáspiacra, másrészt pedig egész Európában a koronavírus átrendezte a lakhatási viszonyokat, és egyre többen gondolkodnak azon, hogy vagy más típusú ingatlanba költöznének, vagy átrendeznék a családi költségvetésüket, és hogyha adott esetben nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek, akkor máshova költöznek, vagy más típusú ingatlant választanak. A megnövekedett kereslet pedig fölfelé hajtja az árakat, amit az infláció is tovább erősít, ennek következtében gyakorlatilag most 15 éves csúcsot döntött az Európai Unió lakásdrágulási üteme. Az ezzel szembeállított magyar ingatlan drágulás mértéke a szakértő szerint azért ér el alacsonyabb szintet, mert a Covid megjelenésekor nálunk nagyon lelassult, majdnem megállt az áremelkedés, így az ezt követő évi 12% körüli drágulás már az uniós átlagot sem érte el. Az elemzésből az is kiderül, hogy a nyugat-európai ingatlanárak abszolút és reál értékben is jóval magasabbak, mint a hazai árszint. Az adott ország jövedelmi viszonyai és vagyoni helyzetéhez képest kell értelmezni ezeket az ingatlanárakat. Tehát például egy havi nettó átlagfizetésből mennyit kell dolgozni egy ingatlan megvásárlásához? Hány évnyi munka szükséges ahhoz, hogy valaki ingatlan tudjon vásárolni? Magyarországon ez az arány 8-9 év, ami azt jelenti, hogy közép-európai viszonylatban is még az olcsóbb régiók közé tartozik Magyarország, hogyha fővárosokat összehasonlítjuk egymással, akkor még inkább. Tehát még van tere a további drágulásnak, de ez 2022-ben és 2023-ban már enyhébb mértékű lesz, mint amit a 2010-es évek végén megszokhattunk. Ahogy hallották, az elmúlt évben az uniós országok közül a cseheknél volt a legnagyobb a drágulás, 22%-os, ám Litvánia és Észtország is alig marad el tőle 19, illetve 17%-kal. A nyugati országok közül Hollandiában emelkedtek legnagyobb mértékben az ingatlanárak.